Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Várnai László, a Civil Zugló Egyesület vezetője, képviselője. Na, mi újság van ott ebbe a kerületbe? Hát megszavazták a kerületi költségvetést. Mazutov. Hát, majd megkérdezzük, a polgármestert fog jönni hozzá. Hát kérdezze meg a polgármestert, ugye a Zugló költségvetés általában 30 milliárd forint szokott lenni, az a mindig kb. Az összeg. Mióta elvitték a kerületi iskolákat, és most is azt néztem, hogy a kerületi költségvetés főösszege 40 milliárd forint. És ugye mindenki arról sír, hogy megszorítások vannak, és néztem, hogy lett ebből a 30 milliárdból 40, tehát többet kaptunk 10 milliárd. Nem, kiderült, hogy csináltak egy úgynevezett védelmi alapot, és ebbe beletettek egy 6,6 milliárdos összeget, amit azt mondták, hogy ez állami kompenzáció, amit a magyar állam ennyivel tartozik Zuglónak. Soha senki nem számolta ki a másik oldalon, hogy fogadta el. És ebbe kiszámolták, hogy 2020-ban meg 2021-ben szerintük a magyar állam döntései miatt mennyi pénzt veszít a kerület, és hogy ezt majd a magyar állam nekünk meg fogja adni. Hát ha lesz is kompenzáció, lesz pár százmillió forint szerintem, akár egy szimbolikus összeg, de hogy 6,6 milliárdot a magyar állam biztos, hogy nem fog Zuglónak adni, mert miért is adna. De azért vannak benne nagyon furcsa dolgok, mert például kiszámolták, hogy a parkolás, az égi 1,4 milliárdos veszteség, holott a parkolásnak a tiszta, megmaradt haszna az nem több évi 100-150 millió forintnál. Tehát, hogy 1 milliárdra számolni az, amit beszedünk az emberektől. De ennek a nagy részét ugye kifizetjük a parkoló cégeknek, tehát ez egy irreális összeg. És akkor egy ilyen felturbozott költségvetést hoztak létre, ráadásul beleszámítottak egy közel 3 milliárd fontos ingatlan eladási tétel, tehát hogy a kerületi még összes üres zöld területet, telket, rengeteg önkormányzati épületet terveznek eladni. És mit építenek majd rajta? Hát nyilván lakóparkokat, ezek olyan telkek, amikre szörnyű nagy lakóparkokat szoktak építeni, és a zuglóiak több helyen is gyűjtenek aláírást, hogy nem akarják, hogy újabb és újabb lak. Tehát hogy a Zuglónak az az értéke, hogy zöld. Kertvárosias, alacsony beépítettségű. És ezek a lakóparkok pláne most, hogy engedték az építési szabályzatot, hogy kicsit többet lehessen építeni, kifejezetten túlméretes lakóparkok épülnek. Mondok egy példát, a Paskál lakópark 770 lakás. Ez azt jelenti, hogy ott a Miskolci út Magyaródi sarkán, ahol tulajdonképpen egyetlen egy trolijárat van, oda kb. 1500 autó és fog ömlődni. Sikerült rendelőt is építeni oda, meg nem, közértet, meg nem, ezek nem épülnek. Tehát, hogy nincs benne a szabályzatban, hogy akkor engedünk lakóparkot építeni, előtte az orvosi rendelő, a közért, a ennek ebben pontosan jól épül. Látja, tehát ezeknek az infrastruktúrális fejlesztéseknek a bevételből meg kéne valamilyen konstrukcióban valósulni. Pont itt a Paskában történt olyan, hogy az előző szerződésben, még 2016-ban kötöttek egy településrendelési szerződést, hogy többet építhet egyharmadával a beruházó, cserében kell építeni egy 50 férőhelyes óvodát. Ami persze egy 770 lakásos lakóparknál nem ellensúlyozza az oda költöző, mit tudom én, 200-300 gyereket, de valami. Na, ezt most módosították ezt a szerződést, már nem kell megépíteni az óvodát, már nem kell megépíteni a hidat, és építenek oda egy kis zöld területet, de hogy valójában az önkormányzat sorra rosszul jár, és nyilván ezeket az ellátási kötelezettségeket, ezeket a kerületnek kell megvalósítania, miközben a lakóparképítők nem szik a hasznot. Lehet, hogy az előző polgármester rosszul gazdálkodott? Hát az előző polgármester sok mindenben rosszul gazdálkodott, mert rengeteg olyan döntés nem történt. Ha jól értem, akkor ő az, aki hamarosan miniszterelnök. Ezt nem tudjuk, ugye ő még egyelőre kéreti magát. Meglátjuk, hogy lesz-e vagy nem lesz. Úgy tűnik, mintha ön tényleg független lenne, és nem az ő pártjából lenne. Pedig azt hittem, hogy ez egy... Én hamarabb voltam az LMP-ben, mint a Karácsony Gergő. És utána ő ment el. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan probléma történt az előző 5 évben, amikor rossz döntések születtek, vagy amikor nem születtek döntések, például nem emelték meg a lakbéreket, és ezért ma évente 5-600 milliós kintlevőséget és adósságot keletkeztet az, hogy a lakások iszonyatosan olcsó vannak bérbeadva, és a lakók 30-40%-a nem fizet, mert megszokta, hogy nem kell fizetni. Ez rossz gazdálkodás. De hogyha most elkezdenék behajtani rajtuk, akkor nem lehet vele ezzel választásokat nyerni. Próbálkoznak-e? Tehát én azt gondolom, hogy a ciklus elején különösen meg lehet tenni, bár most az országgyűlési választások miatt megint egy politikailag kellemetlen helyzet van, de hogy felmerült egy ilyen 25-30%-os lakbéremelés,
Most ezt a kormány ugye leállította, de elméletileg erről a testületünk döntött. És ez egy kellemetlen, de szükséges döntés, és bizony egy polgármesternek, vagy egy miniszterelnök, bárkinek is, aki döntéshozói helyzetben van, kellemetlen döntéseket is fel kell vállalnia, hisz azt az adósságot, azt a kerület összes lakója fizeti, amit ezek a pár ezer ember nem fizet. Az összefogás, ez egy érdekes dolog, előválasztások is lesznek, és hogyha jól értem, akkor ejtőernyősök is indulnak Zuglóba. Hát Zuglóban nagyon régóta ejtőernyősök indulnak, talán Rátonyi Gábor polgármester volt az utolsó, aki nem ejtőernyős volt a szó klasszikus értelmében, aki tényleg zuglói őslakos volt. Azóta, jól tudom, Vejnek Leonárd magyaródi volt, Karácsony Gergő oda költözött, Papcsák Ferenc ugye az Rákoskeresztúrról járt be, és Horváth Csaba most Pesti útról jár be. A parlamenti képviselői... Vagy biztos átköltözik. Nem tudom, erről nincs szó. Én azt gondolom, hogy aki nem ismeri valójában a kerületet, vagy ezt a települést, azt nem tudja jól vezetni. Egyszerűen nincs meg se a tapasztalata, se az a lokálpatrióta szeretet afelé. Azért már a második kerületet egész jól elvezette, tehát valami vezetői tapasztalata tehát, azért van tehát neki. Kell a menedzsmentkészség, meg az önkormányzati működési ismeretek, ez a Horváth Csabának biztos megvan, a fővárosi képviselő volt, kerületi polgármester volt, de az a fajta... A főpolgármester helyettes is volt már, azt hiszem. Igen, Hajó Miklós is volt. Tehát, hogy ez nem mindig érdem. Tehát az a fajta lokálpatriót, a szeretet, ami a település szeretetéből adódik, az hiányzik. És az ember nem vágat ki egy fa csoportot mondjuk, ami alatt gyerekkorában járt, vagy alatt a babakocsit tolta. Szóval ez más, mert az ember nem úgy nézi ugyanazt a dolgot. Ezek a lokálpatrióták. Amikor azt mondtam, hogy ejtőernyős, arra gondoltam, hogy van egy kiváló parlamenti képviselő, aki pilóta, állatorvos és nagyon aktív. Hogy kerül ő Zuglóba? Nem tudom pontosan, hogy a döntés hogy született, hisz ezt a Momentum döntött el. Minket az Ákos olyan december környékén keresett, meg Hatházi Ákosról beszélünk, hogy Zuglóban elindulna, és hogy az egyesületünk támogatná-e. És tekintettel arra, hogy mi jól ismerjük a mostani regnáló MSZP-s parlamenti képviselő Tóth Csaba munkásságát, ezért nagyon-nagyon örülnénk, ha egy Az ő nevéhez köthető a zuglói televízió is, igen? Sok minden köthető, ugye igen. A Zugló TV-be az, ahol mondjuk én képviselőként 5 éve nem jutok be. Miközben közpénzből fizetjük, és közszolgálati tévé. Tehát az ellentétben az Önök tévével, ahol minden oldali embert láttuk, a Zugló TV-ben csak és kizárólag szocialista képviselőket, lehet nem igaz a Párbeszédnek is látni a képviselőjét néha, és se fideszes képviselőt, se momentumos képviselőt, elmetegük szövetségben vannak. Én 5 éve írok nekik leveleket, és nem vagyok képes egy 15 perces műsorítót. Mi nem egy helyi televízió vagyunk, mi egy körzeti televízió vagyunk, és az ország szerte lehet látni, mint az ország 75%-ában ott vagyunk. Igaz, tehát, hogy most éppen blokkád alatt vagyunk, igen, ettől a koalíciótól, de íme ön itt van, tehát nem a blokkád szerves tagja. De és akkor mi történik? Támogatni fogják Hatházi Ákos? Az Egyesület döntést hozott arra, hogy Hatházi Ákos támogatjuk. Azt gondoljuk, hogy a szerencsés, ha egy parlamenti képviselő a körzetében lakik, de a jelenlegi parlamenti képviselőnk se lakik Zuglóban, hanem szintén Budán lakik. A parlamenti képviselőnek nem dolga, sőt kifejezetten nem dolga, hogy a helyi önkormányzati dolgokba beleszóljon. Tóth Csaba az majd egy ilyen háttérpolgármesterként működik, ami kifejezetten rossz, hiszen a felelősséget nem ő viseli. Tehát amikor például Hatházi Ákos felemlegette, hogy a zuglói önkormányzatban korrupció van, akkor mit belvédekezett Tóth Csaba? Jaj, semmi közöm hozzá, hát nem én voltam a polgármester, hanem Karácsony Gergő meg Horváth Csaba. Tehát, hogy olyan dolgokban szól bele, kerületi költségvetésről beszél például a tévében, amihez semmi köze. Az országgyűlési képviselőnek a helyieket kell képviselni a törvényhozásban, és olyan törvényeket sokan alkotni. Sokan összekeverik ezt, hisz nem az országos politika feladata egy polgármesternek, hanem a helyi, hát a amikor, helység vezetése. Így van, és nagyon sokan a polgármesteri pozíciót, azt politikai ugródeszkaként országos politikába való beleszólásra használják. Vagy bukásként oda jutnak. Hát de legalább az Önök kerületében az autók nem mennek egymásnak, nem kísérleteznek. Zuglóban, ha megnézi az Zuglóiak fórumát, vagy más ilyen helyeket, vagy a blogomat, számos ember arról panaszkodik, hogy Zugló elhanyagolt, ápolatlan, egy prosperáló, Pest rózsadombjának hívott kerület volt ez mindig, és az elmúlt 35 évben ez lefelé megy. Tehát, hogy a zöld területeit eladják. Sok bicikli út van? Nem sok van, például a mellettünk levő Kolumbusz utcában fel volt festve a jel, már eltűnt, Tököli úton nem látni a jelet, tehát hogy ezek eltűnnek a nagy átjáróknál, amik fontosak lennének, tehát a kerékpáros
közlekedést nem segítik. Picit még térjünk vissza a Hatházi Ákos indulására, mert nagyon izgalmas és kemény csata lesz. Itt nagyon kemény odamondások voltak már is. Hogy lesznek ezek koalícióban, ha már most egymásnak esnek? Azt gondolom, hogy ezt lehet kultúráltan is, ha emlékszünk a főpolgármester előválasztásra 18-ban, 19-ben, nem, 19-ben, akkor volt egy 3-4 jelölt is volt, és most a polgármesterek és kultúráltan elmondták, hogy ők piciben nem milyen... is nagyon akarnak azok maradni, hisz ha jól értem, többen közülük indulnak majd a választáson a főpolgármester helyettesei közül és az egész kabinetjük. Helyes. De azt gondolom, hogy kultúráltan kell erről beszélni. De akkor miért indultak a fővárosért? Tehát akkor most megkóstolták, és akkor gyerünk tovább. Ezek politikai ugródeszkák. Zuglóban nagyon fontos, hogy egy olyan parlamenti képviselő legyen a kerületnek, amelyik korrupcióban nem érintett, sőt kifejezetten kiáll a korrupció ellen, és akinek lehet látni az elmúlt, tudom én, egy ciklus óta országgyűlési képviselő Hatházi Ákos, hogy elfű, tehát hiteles elfű ember, aki akkor is feltár egy korrupciót, ha azt látja, hogy emiatt őt le fogják járatni, megemlítik. Majd megnézzük, mi sokat hívtuk őt, megnézzük, hogy a blokkát hogy hat rá, hogy bemere jönni. Miért ne jönne? Nagyon sokan félnek attól, vannak olyanok, akik nagyon sokáig bejártak hozzánk, és most azt mondják, hogy... Én a Hatházi Ákost olyannak ismerem meg, hát látva ezt a munkásságot, amikor neki megy fideszes oligarcháknak, hogy ő nem fél. Tegnap volt a születésnapja, illetve ma van a születésnapja, hogy innét is üdvözöljük, és még 120 évig vigyázzon ránk, az állatokra, meg egyáltalán, meg repüljön sokat, mert imád repülni, és állítólag jó pilóta. Bízunk benne, hogy már a pilóta könyve is előkerült. Csak azért az fontos, hogy ez nem az ő repülőgépe, itt arról van szó, hogy néha időt bérel egy klubban, és ez egy drága hobbi, amit havonta egyszer megenged magának. Aki szóval annyit dolgozik, mint ő, az megenged. Jó, csak ezt sokszor úgy állították be a Fidesz médiában, hogy neki luxus repülőgépe van, nem neki van luxus repülőgépe. Szerintem nincs olyan, hogy párt média, legalábbis én nem ismerek ilyeneket. Hát, én az objektív. Nem, a heti tévén nem. Én azt látom, hogy a heti tévében minden oldal megszólal, most ugye előttem volt Lehel vagy Ildikó, vagy, tehát látom minden oldal képviselőit, de látok számos médiát. Sőt a híradónkban a is. A kerületi tévénkben például, mondom, nem lehet bejutni. Ott van híradó is minden nap? Nem, egy hétig ugyanazt adják. De az uglói önkormányzat 4 millió forinttal támogatja havonta, és mondom, csak szocialista képviselők járnak. De nem biztos, hogy támogatja, lehet, hogy szolgáltatást vesz. Bármit is vesznek, teljesen egy oldalon. Az nem ugyanaz az értelmező szótár szerint. Mik a reményei? Vajon elindul-e ön is a parlamenti választásokon, vagy marad helyi képviselő? Én nem akarok elindulni. Azt gondolom, hogy Hatházi Ákos pontosan azt fogja csinálni a parlamentben, amit én csinálnék. Én viszont a Zuglóban szeretnék polgármester. Mekkora az ön egyesülete, hogy ön támogatni tudja Hatházi Ákost? Nekünk kb. 5000-en, 6000-en szavaztak ránk, tehát 10%-ot kaptunk az uglói két választáson, 14-ben is, meg 18-ban, 19-ben is, tehát ez egy 10%. Ha ezeket az embereket az előválasztáson el tudjuk vinni, hogy Ákosra szavazzanak, akkor ő parlamenti képviselőjelölt lesz. Van egy erős beágyazottságunk a helyi ismertségből kifolyólag. Sok sikert kívánok, köszönöm. Sajnos beszélgetési időnk lejárt, kedves nézőim! Várnai László, a Civil Zugló Egyesület vezetője volt stúdiónk vendége. Előzetesek, és megyünk tovább. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Köszönöm.